Rekordszámú 623 hajó nevezett Európa leghosszabb és legrégebbi tókerülő versenyén. Az idei megmérettetés igazán nemzetközi lett, hiszen több olyan nagynevű versenyző is eljött, köztük olimpiai és világbajnokok, akik esélyesek voltak az első helyre. Idén első ízben versenyezhettek a katamaránok, ami a végeredményben is meglátszott. A kis szél ellenére a katamaránok és a liberák hamar elléptek a mezőnytől, és nem hagytak kétséget afelől, hogy közülük kerül ki a végső győztes. Az első bójánál Hagarra fordult elsőnek, őt Bót követte, harmadik a Principessa. A második fordulónál sem változott a helyzet, Hagarra Bót volt a sorrend. A szél továbbra sem kedvezett a versenyzőknek, ami volt, az is a könnyű katamaránoknak kedvezett. Siófok és Tihany között nagy csata alakult ki a vezetőpáros között, ami látványos fordulókkal tarkított párharcot hozott. A keszthelyi bójánál is Hagarra volt az első, őt Bót követte, ötödikként fordult a 9-szeres kékszalagdíjas Litkei Farkas. Annyi meglepetés van, hogy itt este 8 órakor, most Balaton Lelle térségében vitorlázik éppen az első helyezett hajó, ami egy hihetetlen jó eredmény, viszont a mezőny az eltűnt. Gyakorlatilag ott ragadtak a keleti medencében, nem tudtak átjönni a csövön, nekem ismerőseim most telefonáltak, hogy hihetetlen szép hajóáradatot látnak a Tihanyi cső környékén. Ez ahhoz képest, hogy mi már visszafelé haladunk és Balaton Lellénél tartunk ebben a pillanatban, egy kicsit szomorú. A hajrára nagy taktikázásba kezdtek a hajók, voltak, akik az északi, mások pedig a déli parton próbáltak szerencsét, hogy egy kis szélhez jussanak. Ez végül Roland Geblernek sikerült a legjobban, megnyerte a 42. kék szalagot. A pályacsúcs megdöntése elmaradt, köszönhetően a gyenge szélnek. Szoros hajrában másodiknak a kétszeres olimpiai bajnok osztrák Roman Hagarra vezette, Audi Ramada futott be. Bal szerencsék volt, mert ugye ez a hajó nem ilyen nagyon kevés szélre van csinálva, és az a lenti blokki nyert, az lényegesen gyorsabb is. Annak ellenére, hogy nem is láttuk, amit besötétedett, annyira túl volt mögöttünk. Valahogy az északi parton elkosonkodott. Harmadik lett a Kica, Mitch Booth kormányzásával. A címvédő, a 9-szeres győztes Litkei Farkas negyedik helyen végzett.